Sziasztok, üdvözlök mindenkit, srácok! Elérkezett az a pont az életemben, hogy úgy gondolom, szakmát kell váltanom, és mostantól nem youtuber leszek, hanem fogorvos. Elvégzem egy gyorsan az és fogorvosi képzést, és hát itt is van a legeslegelső paciensünk, akinek hát meg kellene javítani itt a fogait. Ötletem nincs, hogy mit, hogyan kell csinálni ebbe a játékba. szeretnétek még ilyen kis telefonos játékokról szóló videót, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like Na de vágjunk is bele. Szóval, mit kell csinálni? Lefúrjuk a fogáról. Pontosan nem is tudom, hogy mi lehet ezt ilyen, ilyen lepedékszerűség? Igen, a, a lepedéket leszedjük róla, hogy az elszíneződést, és akkor szép fehér fogai lesznek, és kaptunk egy like -jelet. Eddig 120 dollárt kerestünk, ami nagyon-nagyon jó. Itt a következő hölgy páciens, hát nézzétek meg az arcát szegények, tehát nagyon el van, el van szomorodva, hogy ilyen csúnyák a fogai. Hát mondjuk, mondjuk én is ellennék szomorodva, megmondom az őszintét. Mindent leszedünk, szedjük le azt is. Na, hát ő már nem like lett küldött, hanem most így mosolyog. Így van, meg van elégedve 160 dollár a zsebbe. Ként lesz ebbe valami kihívás is? Hát látjátok, nem mosnak eléggé fogad. Tehát itt, itt ez a probléma. Nem mosnak fogat. Mert 200 dollár, egyre jobban megy fel a tarifánk. Hamarosan egy fog lesz 1000 dollár. Én azzal is meg lennék elégedve. 500 dollárért tudok aranyfogat állokkolni. Nem aranyfogat vettünk, hanem full egy másik fogat. Nem tudom, hogy ez hogy mutatkozik majd meg így a, a később gameplay során. Mindegy is, haladjunk szépen tovább. Hoppá, ott már van egy lyukas fog. Ott már valami mást kell majd csinálni. Na most kíváncsian várom, hát, hát be kell tömni. Hát nyilván azt én is tudom, hogy itt be kell tömni a fogakat, hogyha lyukas. Csak hogy kapunk-e ehhez megfelelő eszközt. Vagy ezt is csak így kifúrom. Ja, nem, nem, nem. Ezt betömtük. Na nézzük, hát ha még több ilyen fogat is be kell tömni. Hát itt van kettő fog van. Elnézést. Hogy gyorsan tömjük be. Ja, nem lehet kiválasztani azt, hogy te mit szeretnél először csinálni. Akkor mindenképpen először le kell szedni itt a, a lepedékeket. És várj, lehet, hogy nem is csak két lyukasfoga van, hanem rögtön három. Na jó, hát akkor az elsőt betömjük szépen. Oké, jöhet a második. És utána pedig a harmadik. Na, és ezért remélem, hogy most már azért sok pénzt fog kapni. 260 dollár. Nem vagyok megelégedve. Itt már lesz szerintem foghúzás is. Mert ott látjátok, hogy van ez a négy ilyen elszíneződés, lyuk, és ott van mögötte még egy dolog, úgyhogy itt már, itt már más lesz a, a teendőnk. Az betömjük, nagyszerű. Ja, hogy át kell neki alakítani? Jaj, hát át kell alakítani a fogát. Csináltunk neki ilyen színes fogakat? Biztos nagyon örül neki. Vásárolunk egy új széket. Remélhetőleg valami jó lesz. Hát nem túlzottan mondanám, hogy ez a lehető legjobb, amit kaphattunk. Mindegy, ez ilyen királyi szék. Én azért jobban örültem volna mondjuk a budinak. Tehát például ugye itt van a cser, ott a WC, az, az, tökéletes lett volna. Hát kedves hölgyem, nézzük. Ú, hát itt aztán tényleg van probléma az önfogaival. Na jó, most már jöhetne amúgy valami. Hoppá, hoppá, egy kicsit a szájába nyomtam véletlen mellé, mindegy. Jöhetne valami kihívás is, nem? Tehát, hogy most eddig, eddig elég kevés volt a kihívás. Kaptunk plusz 10% profitot, na, már is jobban hangzik. Neki is csak a lepedék, a lyuk, hát mindenki ilyen hanyag. Megyre jobban megy, egyre gyorsabban csináljuk ezeket. Hopp, ott a... Jó, jaj, jaj. itt a gyukacska szépen betömjük, oké, okay, jöhet a másik. A tetkója az nagyon tetszik, remélem a foga is Hú, hát itt már ki kell húzni szerintem Bolond baszta négy fogat Na várj, megfogjuk és húzzuk ki Kihúztam a fogát Jézus És most be kell tenni egy műfogat Úgy látom, oké, okay. szerintem beteltünk neki, nagyon jó Hát ez 70 dollár Tehát egy műfog 70 dollár, tök jó Na fogjuk meg itt alul ezt, oké, okay. húzom, húzom, húzom Hát biztos fájdalmas neki. Semmi kétsége felő, a műfog az szerintem ugyanolyan színűnek kéne lennie, mint a sima fog. És hát itt eléggé különböző a, a, szín, de hát mindegy, lehet, hogy csak divatol a bajnok, és ilyet szeretett volna alapból is. Ihet ezek nagyon-nagyon rossz fogak. Nagyon csúnya. Na jó van, akkor az utolsó fog. Figyelj már, már haladunk. Egyre gyorsabban húzom ki. Be is rakom, és kész. Ja, is szeretne még négy aranyfogat is. Ez a kedves paciens, ez tényleg mindent is szeretne. De nekem ez nem probléma nyilván, mivel pénz. 945 dollárt fizetett ezért. Komolyan milliómos leszek itt a videó alatt. És figyeljétek, a paciensünk milyen fogat tud berakni majd egy ilyen candy csíkos fogakat. Ö, elég érdekes lesz. Mindegy, hát ha valaki erre vágyik, hogy cukorkamintás foga legyen, akkor nyugodtan forduljon hozzám. Állokoltam a cukorkamintát, és itt is van egyből. Ezt mondjuk lehet, hogy árontottam. Már látom, hogy mit szeretne. Ilyen szív alakú fogakat. Úgyhogy ezt teljesíteni fogjuk neki. Remélhetőleg a legjobb módszer segítségével fogjuk tudni ezt teljesíteni. Figyeld már, hogy rakon ki. Én egy. Egy művész vagyok, egy egy fogsor művész. Figyelj, itt megcsinálják a szívnek az alját. Hát, mintha egy picit elcsúszott volna, megmondom itt az őszintét. Én azt mondom, hogy kész van. Hát ne, nem úgy sikerült, ahogy várta, szerintem, de még ezért is adott 470 dollárt, és majdnem 90%-os volt a pontosságunk, szóval én ezzel majdnem, hogy meg vagyok elégedve. Í, hát itt is azért vannak fogak. Ma speedrunom a játékot tényleg. Jó, és itt látszik a fájdalom küszöbe a csávónak. Komolyan még erre is figyelni kell, hogy most mekkora a fájdalom küszöbe. Hát mit csináljak én azzal, hogyha nem bír magával? Jó, lement. Oké, okay, most jöhet a másik fog. Jó. Jöhet a harmadik. Nem értem meg ezzel is foglalkozni kell. Hát fáj. Persze, a fogászati kezelés az ilyen, hogy fájdalmas. Na, hát most a WC-t. Én reménykedem. Hát nem sikerült. Minden jó lesz ez is. Ez ilyen kis szolid. Uff, itt rengeteg mindent kell csinálni. És itt is figyelni kell a fájdalom külsőbbre, tehát még egy nehezítés van itt a játékon belül. Ez megvan. Hát nem örült neki a persze, hát én is örülök neki, hogy, hogy ilyen rosszak a fogaid. Jó, egy megvan. Jöhet a második. Jó, ezt is még bírja. És akkor húzzuk ki a fogait. Na, oké, okay. most be a cukorkamintás fogakat, nem tudom ki szeretné ilyet. Húzd ki, be. Nem tudom, mondjuk a fokhúzás szerintem egy picit jobban fáj, mint a repedék leszedés, de hát mindegy, ezt ő tudja. És megint tudunk nyitni valamit, ilyen blinget tudunk nyitni. Na, nézzük melyik nyílik meg. Hát ez az ezüst színű, nem is jó, nem is tragikus. Ő neki nagyon nagyok az elvárás, úgyhogy remélem, hogy több ezer dollárt fog nekünk fizetni. Hát sír, sír persze, hogy sír, hát értem én, hogy fáj, de meg kell csinálni a fogak szépségéért, mindent el kell követni. Jó, uh, berakjuk neki is a, cukorkafogakat, cukorka fogakat. Nem tudom, hogy ki, ki szeretné ilyet, de hát úgy látszik, hogy vannak ilyen, ilyen páciensek. Ráadásul nem is szimmetrikus, ugye, mert össze neki csak a fogakat. És akkor ezt pedig lefújjuk aranyra. Hogy nem is aranyszínűre várjál, hanem, hanem ilyen, ilyen candy színűre. Több ezer dollár nem, de 1023 azért jött. A rendelünket egyértelműen tök jól tudjuk fejleszteni. Magára is már ráfért a kezelés, megmondom itt az szintét. Na, 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 na. Hát ne az összes fogát húzzuk ki, hanem csak a rosszakat, kedves játék. Na, menj oda, oké, okay, húzzuk ki. Mehet vissza. Legyen egy ilyen újabb lehetőség, amit be tudunk rakni fogat. hát egy ilyen zöld mintás fog. Biztosan lesz rá vevő, tehát azt már itt most megmondom. Hát ő például biztos, hogy vevő lesz rá, mert neki ilyen folkat fogunk beültetni. Csak itt gyorsan tömjük be előtte a, a lyukokat. Akkor ezeket kihúzom, így van, ő már a zöld fogakat szeretné. Hát halad a korral, úgy látom. Kihúzom, visszarakom. És akkor ezeket is csináljuk meg ilyen szép zöldé. Biztos nagyon fancyk ezek a fogak. Készen is vagyunk. Így, hát neked a felső fogsorod az nem tudom miből van. Csak azzal leszel, vagy csak azt nem tisztítod? Vagy mi a helyzet vele? Semmi gond, ezt egy fogorvos megoldja. Tehát látjátok már milyen rutinszerűen megy ez az egész. Így né? boldog is lehet. Ja, meg még hat fogát al alul le kell fújni. Ugyanilyen zöldre. Nagyon, nagyon fancy ez a fogsor. Csak ott kimaradt kettő. Ugye hát az persze, ez így divatos. 1155 dollár. Hoppá, itt már lehet, hogy fogszabályzásról is lesz szó. Mert ott mintha fölül azt írná. Jaj, 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 ne a fájdalom küszöbb, a fájdalom küszöbb. Úristen, nem figyeltem rá ideig. De most már jó. És most mit kell csinálni? Ja, ide alulra. Ja, de mi? Várj, ez nem is fogszabályzás. Ez mi lehet? Ja, de, de hogy nem, ez fogszabályzás. Hoppá. Mondjuk elég érdekes, hogy csak négy fogára. De mindegy, ne keressünk ebbe a logikát. Na, Nagyi, nézzük veled mi a helyzet. Te is szeretnél fogszabályzót, Nagyikám? Hát nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, 80 évesen a fogszabályzó. De hát mindegy, ha szeretnéd, akkor én persze megcsinálom neked. És akkor ide szeretnéd ugye a fogszabályzót, jó? Oda rakjuk, így szépen megépítjük neked, bár én úgy látom, hogy tökéletes a felső fogsorod, tehát nem kellett volna. De hát mindegy, annyit fizettél, hogy legalább tudok még egy széket venni, mert ugye nagyon fontos. Ez az aranyozott szék, na hát látják legalább, hogy a, a rendelő jól megy. Hát neked mondjuk tényleg lehet, hogy el kell az a fogszabályzó bajnok. Megmondom itt az szintét. Na oda is építsünk, oda is, szépen menjünk körbe. Jó. Na, ez egy bónusz szint. A csávó azt akarja belerakatni a fogába, hogy rics lehetetlen úgy irányítani, hogy jó legyen. Ne, 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 de hát nem tudom arrébb vinni konkrétan. Nem életem legjobb rajza, 74%-os volt a pontosság, tehát az már így jó. Na jó, srácok, szerintem a mai napra elég profitot termelt itt a, a fogorvosi rendelőm. Befejezem a rendelést. Hát azért már így is sok pácienst elláttam. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha így van, ezt egy like és a feliratkozással. Találkozunk legközelebb, sziasztok!